Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon. Itt a Davis velem, itthon vagyok jelenleg. Ja, ne vedd le a szemeg, ne vedd le a szemegemet. Elkészültem ugyanis, megyek az iskolába, Lukaszért 5 perc múlva. Mi csinálsz? Amúgy elég a Davis-szel játszottunk, ugyanis egy kicsit elvégeztem a munkába. Kint az idő elég szép, képzeld el, ilyen szép időnk van. Tegnap filmeztünk, képzeld el, és nagyon szép időnk volt. Megosztottam egy fényképet a Facebookon, egy másik fényképet az Instagramon, egy képkockát a filmből. Jelenleg még mindig kész. Ugye kérdeztétek sokan, hogy mikor lesz kész. Még nem tudom, mikor lesz kész, ugyanis fel kell venni mindent. Utána meg kell szerkeszteni, és amit kész van, meg fogom osztani. Amint elkészül, nem fogok várni, meg fogom osztani ugye a YouTube-on, hogy az mikor lesz. Én nagyon remélem, hogy december végén, vagy január elején. És tegnap egész nap reggel 8 órától, körülbelül este, délután 4-5-ig filmeztünk körülbelül, az egész családdal, majdnem az egész családdal. És, na mindjárt, ma meglátjátok a filmben, amit képzeld el! Annyit elárulhatok, hogy nem voltunk a tengerparton. Ugye láttátok a fényképen már, aki látta, ben voltam a vízbe, vittem magammal a kamerát, mindent, és képzeld el, mit találtunk. Már majdnem jöttünk hazafelé, és találtunk egy ilyen halat. Ez olyan hal, hogy kim volt a tengerparton, kijött ide a homokba, ilyen kisebb hal, de fel tudja magát így fújni, és ilyen tüskes, nagyon veszélyes. Vigyázni kell vele, ugyanis, hogyha megbök vagy valami, akkor bele tudsz halni. Legalábbis nekem ezt mondták. Úgyhogy nagyon vigyázni kell vele. Szerencsére mi nem léptünk rá, meg sem fogtuk, csak lefilmeztem, úgyhogy majd meglátjátok a filmben. Na mindegy, sok mindent nem akarok amúgy elárulni. Én azt mondom, hogy húzom a cipőmet, a Davis az itthon marad játszani egyedül, meg a feleségemmel. Délután pedig nem tudom, megyünk valamerre? Nem veszlek most fel. Nyuszi, nekem mennem kell. Na gyere gyorsan. Na gyere. Oda nézzek, milyen messze sikerült megállnom. Te, majdnem itt a legvégén. Itt a körforgalunknál, látod? Úgyhogy most értek a Lukaszért, mert elfelejtettem, hogy ilyen messzebb áll az autó, képzeld el. És általában ilyen 20 perccel elég előbb elindulni. Pontosan 20 perc, hogy pont odaérjek az iskolához. De ide hazajövök, szerintem nem is lesz már hely. Ugyanis egy ilyen 5 perc zavarás körülbelül onnét bentről, mire kilagyalok az autóhoz. De hogyha itt nincs hely, mutatom, hova fogok állni. Látod, kinek itt a kapun, és majd van itt a kapun kívül kell majd megállni. Látod, ezek az autók is ott már állnak itt az utcán. Mostanában elég sok autó áll itt meg, ugyanis az új házban itt mellett ugye elkészült, és rettentő sokan költöznek be. Itt több az autó is, és nagyon sok emberek már ide ki kell állni. Ami a Huba-Hubából látod, még mindig van egy nagyon pici. Én most vettem be, törtem, téptem le belőle egy darabot. Ami az idő nagyon jó, a jó volt vasárnap is, és képzelhetetlen, ben volt a hírekben, hogy itt mi nálunk nem olyan túl messze, rettentő nagy jégeső volt, ami ugye abból érdekes, hogy szokott jégeső lenni azért mi nálunk, abból volt érdekes, hogy mutatták a képeket, és tiszta fehér volt az udvar, az út, minden, mintha hú esett volna, komolyan mondom, nem tudom, legalábbis nekem nagyon érdekes volt. Hozzáérkeztünk, közben is elvédeltünk, a Lukasz volt itt van bent a szobába, mi helyzet? Nincs van házi feladat, mi? Nem. Ja, nincs házi feladat, ugyanis ott felejtette házi feladatot az iskolába a padon állítva, azt mondta. Bár hatodikán? Lukasz, hatodikán lesz az utolsó nap az iskolába? Mi? Hatodikán lesz az utolsó nap az iskolába? Ja, gondolom. Hatodikán. Nem. Ja, 9-et, tényleg 9-én. Úgy azt mondta, hogy ezen a héten van le házi feladat, és ez az utolsó után nem is lesz házi feladat se. Úgyhogy azt mondom, holnap haza hozza majd, mert véletlen ott felejtette a házi feladatot. Na ugye, amúgy most nem más csinálunk, lemegyünk a Davis-szel egyet sétálni, ugyanis jönnek a szüleim. Nem sokára azt mondták, hogy a Davis meg húzogat. Mostanában ugye múltkor elmentünk sétálni egyszer, utána még egyszer, meg még egyszer, és mostanában minden délután húzza a kezemet és mondja, hogy menjünk. Az előbb is hozta a cipőmet, húzta a kezemet, üdött az ajtót, hogy menjünk. Úgyhogy gyorsan lemegyünk egy kicsit vele sétálni. Hazajövünk és régóta ígértem nektek, hogy megmutatom az új meleg szendvicsemet, de még mielőtt megmutatom az új meleg szendvicsemet, hogy hogyan készítem, majd a legközelebbi videóban, ma megmutatom nektek, hogy hogyan készítek lágytojást. Azt hiszem, hogy Magyarországon lágytojásnak hívják, ugye? Ez a félig megfőzött tojás, ami nem kemény, nem is puha, hanem a kettő között. Megyünk! Megmutatom, hogy csinálom, ugyanis ugye mondtam nektek múltkor, hogy nemrég megtanultam, hogyan kell nagyon jól megcsinálni. Na várjál, megyünk. Látod? Megyünk. Amint feljöttünk, megmutatom nektek. Na nézd, futunk mind a fene. Mi a helyzet, nyuszi? Hova futunk? Együnk arra kifelé, ott a bejárat felé. Szülei még mindig nem értek ide, nézzük őket, hát ha véletlen bejönnek, aztán elhagyjuk őket, vagy elhagyjuk egymást. De én nem értek ide. Amúgy
Amúgy hova megyünk, Nyuszi, mi? Hova megyünk? Újra sétálunk, most már másodszor sétálunk, ugyanis ott voltak a szüleim, most mentek el, csak vissza le kellett jönni velük, meg ugye a Davis-emben akart jönni, elköszönni tőlünk, tőlük, ugye sétálunk egy újat, most pedig hazamegyünk, és mit csinálunk? Főzünk egy fél tojást, egy fél live tojást. Mi? Nyuszi! Amúgy a Davis egy kicsit elfáradt összem, ugyanis most cipelem a seggét, mi? Nyuszi, mi történt? Ott a kamera, ott vagy benne, látod, én is, meg te is. Ja, ott meg mögöttünk jön az a felhő, csúnya felhő, még a vén estük az eső. Mert azt mondta egész hét, hogy szép időnk lesz, képzeld, ilyen 30-35 fokok lesznek valószínű. Úgyhogy azt mondom, hogy itt a nyár, egy héttel korábban jött, mint kellett volna, mondjuk december 1-én ugye kezdődik a nyár. Hm, jó, álmos vagy? Hazaértem, azt hiszem, hogy már kigyalogoltam magam, nem csak én, szerintem a Davis is, vagy tehát is annyit gyalogoltunk a filmre, ezt komolyan mondom, egy fél napot gyalogoltunk. Na várjál, megyök a Lukasz tovább. Lukasz, kérsz ilyen félig megfőzött tojást, hogy csinálok? Ja! Rendben van. Úgyhogy akkor nekiállunk. Felkapcsoljuk a villanyt, nem itt, hanem a konyhába. Tehát nem más fogunk csinálni, mint lágy tojás, ugye félig megfőtt tojás, nem túl keményed, nem túl puhát, és én és a Lukasz ezt rettentően szeretjük, ugye ezt a lágy tojást. Én nem tudok főzni, tehát én semmit nem tudok csinálni, de ezt a lágy tojást megtanultam megcsinálni körülbelül azt mondja, egy pár héttel ezelőtt, hogy hogyan kell, felmentem az internetre, és mutatom, hogy hogy kell, hogyha te is szereted a lágy tojást, és nem tudod, hogy hogyan kell pontosan megcsinálni, hogy jó legyen, akkor mutatom neked. Nem kell hozzá semmi más, mint egy hűtő, amiben van tojás. Látod, mi nekünk ilyen a tojásunk? 12 darab tojás van benne, ami többfajta tojást lehet nálunk kapni, de általában ilyet veszünk, ilyen 700 grammosat. Van kisebb, van nagyobb, van suc tojás is, majd ott még nem láttam, de biztos, hogy van. Azok ilyen nagyobbak aztán. De mi ilyen tojást eszünk. Tehát, várják, kinyitom, ami a feleségem ezt ma vettem, mert tegnap képzeld el, 2 darab volt. Vacsorára akartam csinálni, egyet sikerült, a másodat véletlenül összetörtem. Mikor itt fogtam, be akartam rakni a vízre, egy puff összetörött. Úgyhogy csak egy lágy tojás sikerült. Na, látod, ilyen a tojás, ugyanúgy, mint mindenhol. Kiveszünk belőle 2, ez olyan fehér. Kiveszünk egy ilyen sárgábbat, látod? Erre még van valami nyomva. Mondom azt, hogy meddig jó, nem tudom. Na minden, valamiről van rá nyomva, kiveszünk belőle 2. A többit azt fogjuk és eltesszük. Általában én eszek egyet, meg a Lucas eszik egyet. Na már visszatesszük ezt a hűtőbe. Tojást visszatettem a hűtőbe, most még semmi más nem kell, mint egy, nem serpenyő, egy ilyen lábas. Mi a lábas nem máshol tartjuk, mint itt bent. Látod, van ilyen, hogy nem lehessen kinyitani, és a Davis mindig jön, matat, kuzdogatja, látod, hogy le van zárva. Na várjál, ezt kinyitjuk, és kell hozzá egy ilyen, annyi, hogy ellepje a víz. Itt van több fajta, egy ilyen kisebb. Ez biztos, hogy jó lesz. Kivesszük, lezárjuk. Várjál, egy kézzel nehéz meg kamerázni közben. Az a lényeg az egészben, ugye, hogy meg kell tölteni vízzel, egészen addig, hogy a víz ellepje mind a két tojást. Tehát fogjuk két tojást, kivesszük belőle, fogjuk, belerakjuk. Ide engedünk rá a vizet. Telengedtük vízzel, nem pont tele, nem túl, ugye túl csúlyk, de megengedtünk rá. Rárakjuk, beindítjuk ezt, már hol kell, azt mondja, hogy ezzel kell. Ja, beindult, látod, ott ég. Most pedig megvárjuk, még elkezd forrni a víz. Ez egy jó pár percig fog ugye tartani. Na várjál, arrébb húzni egy kicsit, hogy ott látod, középen legyen a tűzhelyem. És amit elkezd forrni a víz, visszajövünk és folytatjuk tovább a videót. A tojást azt még nem tesszük bele. Tehát semmi nincs bele, látod? Csak a víz. Először a vizet meg kell forralni, és utána rakjuk bele a tojást, úgyhogy addig megállítom ezt a videót. Ameddig forr a víz, addig előszerzem, ami kell hozzá, úgyhogy mutatom, mi kell hozzá. Kell hozzá 2 darab kanál. Nekünk egy ilyen hosszú kanalunk van, nem is, hanem 2. Látod, meg milyen kicsik is, ilyen zöld, mondjuk ez a Davis. Hol vannak ilyen kisebb kanalak, de nem tudom, hogy hol, úgyhogy ilyen nagyabb fogunk most tenni. Fogjuk. Én teszem addig a tojás mellé. Aztán nem kell más kell hozzá, minden mérben valami bele kell ugye rakni a tojást. Na már mutatom, látod, itt minden állunk le van zárva, nehogy a véletlen Davis ki tudja nyitani. Nézd, van egy ilyen narancs, ilyen rózsaszín, meg egy ilyen zöld tojást tartunk. És ezt visszazárjuk, bezárjuk. Ide. Kitesszük. Látod, ebben szépen bele tud állni a tojást. Aztán nem más kell hozzá, mint egy tányér, legalábbis a Lucasnek kell egy tányér, mert mindig, mikor megtöri, meg belenyomja a kanalat ugye a tojásba, így mellé megy mindenhova az asztalra, úgyhogy az övét belerakom, hoppá, rárakom egy ilyen tányérra, látod? Közben a víz elkezdett forrni, mutatom, oda néz, látod, kezd buborékosodni, innét tudod, hogy forr a víz.
Most még nem más, ha hozunk, mint a tojás, de mielőtt hozzuk a tojást, kell hozzá egy ilyen tojásmerő. Legalábbis azt mondja, hogy ez tojásmerő, mert pont belefér a tojás. Lehet, hogy nem tojásmerő, de belefér a tojás. Tehát ide lerakom a másik kezembe, fogom a kamerát, láthat, fogom a tojást, belerakom, pont belefér, látod, nem tud bőle kiesni. És tegnap az volt a baj, hogy fogtam, és nem ezzel a tojásmerővel fogtam a tojást, hanem valami mással, és itt mikor hoztam, puf, leesett és összetörött. Na minden, fogjuk a tojást, és szépen beletesszük a forró vízbe. Látod? Hozzuk a másik tojást is, azt is szépen beletesszük. Na várja, ide rátesszük. És beleengedjük. Ampá! Ezt visszatesszük, most még gyorsan megnézzük, mennyi az idő. Pontosan, mennyi van? 32. Pontosan 5 percet kell bent hagyni itt a forró vízbe, ugye? És nem 6-ot, nem 4-et, pontosan 5 percet, legalábbis mi úgy szeretjük, mert akkor nem lesz túl kemény, nem lesz túl lágy, hanem tökéletes lesz, szerintem tökéletes lesz, de megmutatom, hogyha egy kicsit azt akarjátok, hogy keményebb legyen, akkor nem 5, mondjuk 6 percet hagyjátok benn, hogyha meg túl kemény és túl puhára akarjátok, ugye, akkor meg 4 percet hagyjátok benn, de ha kettő között én 5 percet szoktam pontosan benn hagyni, úgyhogy még van egy pár perc, hogy azt megvárjuk, megtörjük, és mutatom, hogy milyen lett a tökéletes lágy tojás. Pontosan 5 perce volt bent a tojás a vízbe, látod? Még mindig benne van mind a kettő. Ugye most fogjuk ezt a kanalat, kivesszük mind a két tojást. Gyere ki! Kicsit lerázunk, nem menjen sehova melléje. Ide levesszük, hozzuk a másikat. Gyere, te is ki! Ide azt is letesszük, gyorsan lekapcsoljuk azt a tűzhelyet. Hol van? Itt van. Nem rájt ráadtuk. Hogyan kapcsoljuk le? Várj! Na, látod? Lekapcsoltuk. Nem igaz a tűz, nem igaz a gáz. Nem is ott van, itt van. Nem ilyen. Na, most még nem más csinálunk, mint fogjuk ezt a tojást, legalábbis az egyiket, és berakjuk hideg víz alá, olyan 20-30 másodpercig, hogy lehűljen. Na várjál, indítom a vizet. Egy kézzel nehéz filmezni, ugye meg kamerázni is. Na, hol van? Itt van. Amint készen vagyunk, fogjuk a tojást, lerakjuk ide a tojástartóba, a másikat a másik tojástartóba, és hol a kanál? Itt a kanál. Megtörjük. Nem sokat kell rájutni, hanem csak egyet, látod ide. Mert ha sokat ütsz rá, akkor össze-vissza törik az egész, és nehéz megpucolni a tojást. Úgyhogy én most várjál fogom, gyorsan megpucolom, addig leteszem a kamerát, mert egy kézzel nem tudok pucolni, meg kamerázni. Rátettem az állványra a kamerát, úgyhogy mutatom neked. Közben elkezdtem már pucolni, látod? Így könnyebben lejön ez a héja neki. Ugye a külseje itt kemény, látod milyen kemény? A belseje, meg ha minden igaz, akkor lágy. Majd mindjárt kiderül, hogy mennyire lágy. Megpucoljuk a másikat is. Ütünk rá egyet, meg így is egyet, ugye nem olyan túl sokat, hogy egybe lejöjjön, csak nehéz egy kicsit megkezdeni így az elején, de amit megkezdte, látod, ilyen szép nagyokba le tud jönni. Készen van, megpucoltam! Egész eddig én azt mondom, hogy az volt a gond ezzel a lágy tojással, azért nem sikerült, mindig vagy túl keményre sikerült, vagy túl lágyra sikerült, mert úgy szoktuk csinálni, hogy fogjuk a vizet, belerakjuk a tojást, beindítjuk ezt a gáztűzhelyet, és elkezdjük várni, ugye még forra a víz, és utána forrt a víz, utána pár perc után kivesszük. De olvastam az interneten, hogy így könnyebb, hogy először felforrod a vizet, és utána rakjuk bele a tojást. Már lehet, hogy ezt itt tudtátok, lehet, hogy nem tudtátok, én nem tudtam. Úgyhogy gondoltam, hogy megmutatom nektek is, most pedig mutatom, hogy sikerült ez a lágy tojás. Mindjárt hívom ki a Lucas Fire-t, odaviszem, ami kell hozzá, só, látod, só még kell hozzá, odaviszem az asztalra, aztán szólok a Lucasnek, és majd ő előtti, hogy sikerült. Na, megérkezett a Lucas, készen van a lágy tojásod. Itt a kanál, tessék. Köszi. Itt a só, a sót átláv után rakjuk rá, amikor, várjál, ez a tiéd, itt a tányér. Tányér meg, hogy ne csináljál túl nagy felfordulást. Én mindig csinálom. Tudom. Na. Oda nézd, látod? Olyan a belseje, nem túl lágy, nem túl puha, hogy sikerült? Jó! Jó sikerült. Kész fel egy kis sót? Ja. Mutatom az enyémet is, látod? Az enyém az így sikerült. Várjál, egy kicsit belerakom a kanalamat, oda nézd. Szóval, mi így szeretjük a lágy tojást. Azt hiszem a Davis is akar egy nagyon picikét nyuszi, akarod próbálni? Várjál. Ja, azom, várjál. Na milyen? Nem jó. Nem ízlik neki. A Davisnek nem ízlett. Szerintem jó. Én szeretem a lágy tojást. Lucas, te is szeretem a lágy tojást. Úgyhogy, én most megeszem a tojást, meg a Lucas is megeszi a tojását. És utána valószínűleg játszunk tovább a Davisszel. Na gyere, kész a vacsora. Jó.
Közben látod, besötétedett. És a Davis elment fürdeni, elment aludni, meg meg is vacsorázott közben. Próbálok nem hangoskodni azért, hogy itt ment a Lucas szobájába. Bár a Davis az ott alszik, úgyhogy lehet, hogy hallja hangomat. Már most már elaludt. Úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, nem akarok tovább hangoskodni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!